Különleges élményben lehet részük a sportkedvelőknek, ugyanis egy éjszaka erejéig a szabadidősportok veszik birtokba Budapest legnagyobb parkját és a Hősök terét. Hogy miről is szól pontosan az olimpia éjszakája, arról Bordács Miklóssal, főszervezővel és Révész Máriusz kormánybiztossal beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Hogyan képzeljük el ezt az olimpia éjszakáját? 2014-ben és 2015-ben már megszervezték Magyarországon a mozgás éjszakáját, és elég nagy sikere volt, hiszen több mint 20 ezer résztvevője volt. Amikor a kormány megbízott azzal, hogy az aktív szabadidő, aktív kikapcsolódásért tevékenykedjek, akkor végignéztük azokat a lehetőségeket, amiket érdemes lenne folytatni, és az egyik ilyen ez a mozgás éjszakája volt, ami 2016-ra elhalt. És elindítottuk az olimpiai 5 próba mozgalmat, most elég sokkal az olimpia előtt, és akkor ugye még versenyben voltunk az olimpiáért, azt gondoltuk, hogy a mozgás éjszakája, ha már egybeesik egyébként pont azzal a nappal, amikor az olimpiai mozgalmat útjára indította Kubertin Báró úr, akkor ezt átneveztük olimpiai éjszakájának. Annyi történt azután, hogy az olimpiáról visszaléptünk, de kiderült, hogy van egy európai ifjúsági olimpia, és pont június 24-én érkezett volna ennek az ifjúsági olimpiának a lángja Budapestre. Győrből. És gyakorlatilag összekapcsoltuk a kettőt, hogy éjszaka meg fog érkezni sárkányhajókon nagyon látványosan, és így mégiscsak értelmes volt megtartani az olimpiai éjszakája nevet. Milyen sportokat próbálhatnak ki a résztvevők, mikkel várják őket? 14 mozgásforma. Lesznek olimpiai sportágak is, futás, kerékpár, mondjuk az nem olimpiai sportág, de az olimpiai öt próbának fontos része a gyaloglás, tehát Nordic Walking. Lesznek szabadidős jellegű sportágak, zumba, fitness, jóga, street workout, pontosabban bartender, ez ennek ugye egy latin-amerikai változata, és még ez tollaslabda, asztali tenisz. Mindjárt Miklós elmondja, hogy egyébként ott a Hősök tere környékén hogyan fog ez kinézni. De ezt árulja már el, hogy valóban sárkányhajókkal viszik majd végig a fáklyát a Dunán? Ezt hogy képzeljük el? Nem csak egy részén, és sok sárkány. Gondoltam, hogy nem Győrből, nem úgy értettem. Igen. Meg lehetne oldani, csak hosszú. Kicsit hosszú, hosszú időbe telne, annyi idő nincsen. Budapestre sárkányhajókon fog érkezni az olimpiai láng, és onnan fog eljutni a Hősök terére. És azt hiszem, hogy tényleg ez egy nagyon látványos dolog lesz. Egyébként ezt a sárkányhős történetet már akkor kitaláltuk, amikor még az olimpiai versenyben voltunk, és azt gondoltuk, hogy ez tényleg milyen szép lesz így az éjszakai Budapestet is a Dunapartjáról bemutatni. De igazán ez csak egy ilyen kis színesítés a történetnek. A fő dolog az lenne, hogy ezen a napon legalább annyian mozogjanak Budapesten, mint 2-3 évvel ezelőtt, sőt, ha lehetne, én azt szeretném, ha egy kicsit többen. Sok ezeren fognak egyébként mozogni, mint hogy van egy limit például már a futóversenyek tekintetében, csak az első 4000-et tudják majd mérni. Tényleg ekkora a jelentkezés, hogy már most kell jelezni azt, hogy siessen, igyekezzen, aki nevezni akar, mert nem fér bele az első 4000-be? Ennek technikai háttere is van, tehát erre meg kellett határozni, hogy hány embernek tudjuk az idejét lemérni. Pontosan még nem tudjuk, hogy hányan jelentkeztek, de folyamatosan érkeznek a regisztrációk, de ez nem, ez csak az időmérés a limit, aki nem szeretne versenyszerűen részt venni ezen az eseményen, az bátran beállhat a különböző távokra. De igazából arra próbáltam rákérdezni, hogy Révész Máriusz ugye azt mondta, hogy sok ezer embert várnak, és én jeleztem, hogy csak a futóverseny, minden 4000-es az a limit, amit mérni tudnak, de nyilván sokkal többen lesznek. Így van, így számítunk mi is. Hát reménykedünk benne, hogy többen lesznek, de azért érdekes lesz ez a futóverseny, hiszen negyed egykor indul egy 10 kilométeres futóverseny Budapesten, tehát hogy ilyenre azért viszonylag ritkán van példa Budapesten, hogy éjszaka keresztül lehet futni Budapesten is. Az még egy nagy előny, hogy a gépkocsi forgalmat viszonylag kevéssé fogjuk zavarni, hiszen mondjuk egy óra körül hajnalban viszonylag kevesen autókáznak, de azt hiszem, hogy aki eljön, annak mindenképpen egy nagy élmény lesz. Azért ez egy nagyon különleges dolog hajnal 4-1-kor futni 10 kilométer. Köszönjük. Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy kiket, mégis milyen korosztályt várnak erre a rendezvényre? De igazán tényleg az én feladatom az, hogy a
kicsi gyerekeket felállítsuk a telefon, illetve a számítógép, a televízió képernyője elől, és vegyük rá őket, hogy mozogjanak, csak úgy, mint az idősebbeket, akár a nyugdíjasokig bezárólag. Múltkor találkoztam egy 74 éves nyugdíjas ember, és mesélte, hogy hát ebben az évben még csak 3000 kilométert biciklizett, és 700-at futott, úgyhogy... Tehát 70... nincs korhatár. Abszolút. Nincs korhatár. Lehet, hogy mi is kinézünk. Peti úgyis fut mostanában. Nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, utána be is számolunk a honlapunkon, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.